Üdvözöllek benneteket ezen napfelvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve, ez középen látható, mégpedig itt felül és alul. Az alsó kép azt mutatja, hogy benne van egy szűkös helyzetben, ahonnan szeretne kilépni. Ez sikerülni fog, hiszen itt látható, hogy minden összeomlik. Először kellemetlen számára ez a helyzet, de fontos döntésekről, fontos változásokról van szó. Milyen helyzetben érzi magát így, amikor szeretne ezen változtatni? Ez lehet a munkahelye, ahol nem érzi jól magát. Ez lehet a lakhelye. Vagy az is lehet, hogy benne van még egy párkapcsolatban, és most szakításra, válásra kerül a sor. Hogyan érzi magát, az itt látható bal oldalon. Kicsit még vacillál, de megvan a bátorsága, megvan ez az energiája ahhoz, hogy változtasson a helyzeten. Sőt, itt lehet, hogy döntésekről van szó. Például, ha kap két különböző munkahelyi ajánlatot. De sikerei lesznek, hiszen itt látható, hogy mások felnéznek rá, sikerül kilépni ebből a helyzetből, lesz nála egy jó fordulat. Mit fog tenni, az itt látható. Az ördög azt jelenti, hogy vagy egy rossz irányban volt eddig, egy rossz munkahelyen, egy rossz párkapcsolatban. Azt is jelentheti az ördög, hogy hamis személyek vették körül. De itt látható, hogy harcolt ugyan a múltban, de itt is érezhető az a siker, ami itt is látható, és a halál kártyája szimbolikusan azt jelenti, hogy most lezárja ezeket a dolgokat. Persze ez a kártya utalhat egy örökösödési ügyre is, ahol voltak viták, sőt látható a hamisság, hogy valaki be akarta csapni őt, de nem tudta, hiszen látható, hogy győzni fog. És mit mutatnak még a kártyák? Itt látható a hamisság hasonlóan az ördöghöz. Valószínű, hogy itt egy nőről van szó, aki becsapta őt, kihasználta őt, hazudozott neki. Ez egy nagy kihívás volt, de lezárja ezt a kapcsolatot, és kilépett ebből a helyzetből. Más irányba tekint, lehet, hogy feléd, itt lesznek pozitív változások. Itt a kezébe veszi a kulcsot, ez jelenti a magabiztonságát, azt is, hogy ezzel a kulccsal lezárja a történteket. És egy időben kinyílik a kulccsal egy új ajtó, egy új lehetőség, és ez jelenti a ti kapcsolatotokat. Az egerek eltávolítanak valamit, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a szűkös helyzetet, az egerek eltávolítják ezt a hamis személyt, itt tisztázódnak a dolgok, meg lesz újra a belső egyensúly, jó döntéseket hoz, útban van hozzá. Itt a felhő azt jelenti, hogy valami eddig még átláthatatlan volt számára,
de megjelenik, mint egy ilyen mágikus, az egerek segítenek a felhőt eltávolítani, tisztázódnak az események. Itt a hold jelenti az álmait, meg az elképzeléseit. Lehet, hogy régi témákról van szó, de eddig nem tudta ezt megvalósítani, mert benne volt egy szűkös helyzetben, mert voltak akadályok, mert volt egy hamis személy, valószínű egy nő az életében, rossz úton haladt, mindezt megbánta, most lezárja, és éli azt, ami benneteket összefűz, ami boldoggá teszi őt, amiről álmodozik. Eddig benne volt bizony a labirintusban, de ez a helyzet most elmúlik. Keresi a biztonság érzetét nálad, ahol le tud horgonyozni. A horgony utalhat a munkahelyére is, lehet, hogy ott is voltak problémák, vannak döntések, egy új irány, az is egy szűkös helyzet volt, de itt vannak az ajánlatok, sőt, sikere lesz, felveszik őt, tehát egy munkahelyi változás is lehetséges. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a halak jelentik az anyagiakat, lesz bevétel. És a halak jelentik az értékeket is, hogy ő értékel téged, de elvárja azt is, hogy te is értékeld őt. És a te jelenlegi helyzeted. Itt a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, de jelenti a nyitottságot is. Itt kopogtat az ajtódon, nyitottan fog beszélni veled ezekről az eseményekről. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kivetést, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10 000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, mondanám azt is, hozzáfűzném, megköszönném azt is, akik már jelentkeztek a csatornámra, vagy jelezték azt, hogy tetszik a videó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!